Szép jó estét kívánok! Önök a Tea 349-kor című műsor következő adását látják. A ma esti műsorhoz is igen jó szórakozást kívánok, és szép jó estét! Jó estét kívánok, kedves nézőim! Ez a mai este, ez egy rendhagyó este. Első sportoló, aki műsoromban részt vesz, engedjék meg, hogy felkonferáljam. Igen, kedves barátom, Kovács István, ökölvívó világbajnok, fogadják szeretettel. Szervusz Pista, hogy vagy? Szervusz Péter, köszönöm a kérdésed, remekül. Már amennyire remekül lehet egy sportoló az alapozás kellős közepén. Na. Elkezdtük, ez az év ugye az olimpiai éve, 1996, és január 3-tól, illetve már másodikán délutántól kőkemény erőfejlesztő alapozó edzőtáborba vonultunk, és hát hogy ennek mi lesz az eredménye, és hogy ezt most hol tartunk ebbe, ezt még nehéz lemérni, de amit eddig elvégeztünk, hogyha ezt így tudjuk ezt az iramot tartani, akkor nagyon jó eredmények lesznek Atlantában. Nagyon jó erőbe vagy? Most úgy érzem tényleg, hogy amit eddig elvégeztünk, az úgy érzem, hogy beépült, és jó formában leszek. Jaj, de boldog vagyok. Pisti, az az igazság, hogy a műsorom az nem elsődlegesen a sportról szól. Engem a Kovács Pista, az a Kovács Pista érdekel, aki a köznapi Kovács István. Mivel foglalkozol úgy általában? Meglep egy kicsit a kérdésed, mert én arra gondoltam, hogy ugye hát mind a ketten a sportban igen mélyen benne vagyunk, hogy majd a sportról fogunk beszélgetni, tehát abszolút nem készültem semmilyen más dologra. Hát a magánéletem az eléggé több irányban mozog és több irányban zajlik. Egyrészt ugye van a családom, amit te nagyon jól ismersz, egy most már 3 tagra bővült a szűk közvetlen családom, megszületett a kisfiam. Már nem olyan rég, de nekem mégis olyan röpke pillanat az, amit elrepült 1 év és 1 hónap mindössze. Kovács Bence, fantasztikus, hogy mit fejlődött ez alatt az 1 év és 1 hónap alatt, plusz van a feleségem Krisztina. Tehát a magánéletem egy része, illetőleg a nagyobbik része ők teljesítik ki, és ővelük történik. Aztán van egy másik része a magánéletemnek, a munka, ami az élsport mellett bármi furcsa, szerintem mindenféleképpen jót tesz, és mindenféleképpen megy a kettő együtt, az élsport és a munka. Ezt egy számítástechnikai informatikai cégnél próbálom meg megvalósítani, mint ilyen marketing ügyintéző, marketing menedzser. De azt hiszem, nagy részt olyan vagyok, mint egy átlagember a magánéletemben, tehát semmiben nem különbözik egy élsportolónak a magánélete egy átlagember magánéletétől. Dehogy nem. Hát ha belegondolok abba, amit eddig elmondtál, hogy cipeled ezt a terhet a válladon, amikor közhelyekről beszélnek, hogy egy boxoló, és az mellett számítástechnikával, kompjúterekkel és nyelvekkel foglalkozol? Hát ez nekem soha nem jelentett akadályt. Egyrészt azért, mert az embernek biztos, hogy van valamilyen előítélete az ökölvívókkal kapcsolatban, de eddig velem szemben még senki nem érezhet, ez lehet, hogy azért van, mert ha valaki úgy megismer, vagy valakivel hosszabb időn keresztül együtt voltam, akkor az rögtön már nem a boxolót látta bennem, hanem tényleg a magánembert, Kovács Istvánt, és még az is lehet, hogy picivel jobb véleménnyel volt utána az ökölvívókról. Arról nem beszélve, hogy az üzleti életben, tehát a munkámban, a számítástechnikában abszolút nem érvényesül az, hogy én sportoló vagyok, tehát semmilyen előnyhöz eddig legalábbis nem, úgy tudom, hogy nem jutottam az ökölvívói múltammal. Inkább ami terhet jelent nekem, nem is az, hogy ökölvívó vagyok, hanem a sportoló, hanem az időbeosztás, hogy emiatt a sok-sok program miatt, tehát a munka, magánélet, ugye a család és a rengeteg edzés, versenyek, emiatt annyira feltorlódnak az események, hogy tényleg szinte egymást érik az edzések, a munkahelyi kötelezettségek, a családok, az esetleges ilyen tévészereplések, tehát nagyon nagy feszített iramban élem az életem. Bohém srác vagy, ugye egyébként? Szeret szórakozni? Ezt nem tudom, kik nézik az ellenőr, milyen érdeklődési kör, de nagyon-nagyon szeretek. Azt hiszem, minden fiatalember. Épp az ilyenre céloztam az előbb, hogy ugyanolyanok vagyunk, mint bárki más. Én is nagyon szeretem a pezsgő, úgymond nem éjszakai életet, mert ezt nem lehet mondani, hogy egy éjszakázó típus vagyok, de az olyan fajta szórakozó helyeket, ahol az ember igazán el tudja magát engedni és jól érzi magát. Nagyon szeretem a nagy bulikat, nagyon szeretem a nagy társaságokat, amikor összejövünk, vagy esetleges kirándulásokat. Tehát tényleg olyan vagyok, mint egy átlag fiatal, aki szereti az életet. Erről jut eszembe, neked azért van egy másik nagy szerelmed is, a
lökövívás mellett a foci? Hát igen, ha nem bunyóznék, akkor biztos, hogy aktív labdarúgó lennék bármilyen osztályban, valószínűleg nem jutnék el az NB1-ig, mert hát ugye azért 20-valány évesen már nehéz elkezdeni egy teljesen más sportágat, illetve nehéz eljutni NB1-es szintig, de megye másodosztály, megye első osztályba simán elfutballozgatnék. Egyrészt azért, mert gyerekkorom óta, ha egy csöpnyi szabadidőm van, akkor azonnal rohanok focizni. Most olyan nagy szerencsém, hogy most már jó pár éve ismerem a színész válogatott nagy részét, és lejárhatok az ő edzésükre, tehát az Eperjes Karcsékkal, a Szamóékkal, a Bújpistékkel, Nemcsákékkal, ezekkel együtt futballozgatok, és ezek nagyon jó csapat, nagyon jókat futballozgatunk. Ez az egyik fele a labdarúgásnak, a másik fele pedig egy te általad már ismert dolog, a Ferencváros, a Fradi, ez egy örök szerelem. A játékosokat tényleg egytől egyig ismerem, és jó barátomnak mondhatom őket, kint vagyok minden meccsen. Ha nem is vagyok ki minden kétkapus edzésen, de ha csak egy kis időm engedi, akkor kimegyek még az edzésekre is. Azt hiszem, a foci, az ökövás után a foci a második legnagyobb sportszerelem nálam. Én úgy tudom, hogy te nem csak vidékre, hanem külföldre is elszoktad, ha időd engedi kísérni a csapatot. Ilyen szenvedélyes drukker vagy. Ez igaz, bár az elmúlt, azt hiszem, 2 évben nem tudtam kijutni. Igen, a tavalyi Porto meccs óta nem voltam velük külföldön. Egyrészt olyan nagy szerencsétlenség, hogy amikor a kupameccsek zajlottak, akkor nekünk a Bunyóban is tényleg szezon van, tehát ez az őszi és tavaszi szezon, az a Bunyóban is szezon. Az utolsó ilyen külföldi túrám az Innsbrucki volt, ahol sajnos szintén lezakóztunk, és előtte ugye Pozsonyba is, tehát nekem eddig nem jöttek be a külföldi túrák a Fradival. Apropó Pozsony, az ökövívókról általában azt mondják, hogy bátor srácok. Te akkor nekem azt mondtad közvetlenül a meccs után, mikor hazajött, hogy megismerted a halálfélelmet. Igen, mert én tényleg azt lehet mondani, hogy az ökövök valóban bátrak, és én is elég bátor srácnak érzem magam, tehát ha itt a 8-ba leküldesz Gyufáér éjjel, nem biztos, hogy a nagyon nagy zűrnek tartom majd, és nagyon megijednék, de ott kint az a tehetetlen kényszer, félelem, amit ott körülvett minket, hogy tudtuk jól, hogy még lehet, hogy erősebbek is vagyunk ezeknél, vagy esetleg, ha felvesszük velük a harcot, még lehet, hogy mi győznénk is, de nincs rá mód és lehetőség, mert ők itthon vannak, mi egy idegen országból jöttünk. Szóval egy borzasztóan nyomasztotta az embert, és ráadásul azt látni, hogy ártatlan embereket ütnek, vágnak, hát az egy borzalmas érzés volt, és akkor döbbentem rá először is, hogy először én is, hogy úristen, tehát én a következő ilyen támadásba akár én is belekerülhetek, akár az én szektoromat is megtámadhatják, és akkor már nem tudok ellenük mit csinálni, mert hogyha én egy-egyben esetleg fel is állnék velük, vagy megpróbálnám fölvenni velük a harcot, hát csak veszíthetnék, és ez borzalmas érzés volt. El tudom képzelni, illetve hát csak az élénk fantáziámnak köszönhetően, de kanyarodjunk egy picit vissza. A mi barátságunk, mert én azt hiszem mondhatom nagybetűkkel, hogy barátok vagyunk. Én sráckorod óta vezetek neked meccseket, és örömmel, ha alkalmam és lehetőségem adódik, ma egyre ritkábban akkor a szorítóban lenni, amikor neked meccset vezetek, az számomra egy halatlan élvezet Párizsban, a francia-magyaron például kokáig, de itt játszunk be egy kis bejátszást, egy közös szereplésünkről. A 93-ban a dobókupán, ha még emlékszel, egy román fiúval boxoltál, nem tartott sokáig, illetve hát nem boxoltatok, mert 3-4-et rávertél, és utána feltettem a kezedet. Hát borzasztóan szégyellem magam, megmondom őszintén, ha a francia-magyarról játszottam volna be, az azonnal beugrott volna. Ez így az időpontról inkább, mint a srácról ugrik be, mert valóban hát ez a dobon, mint a általában a legtöbb dobon, mint a magyarországi versenyeken sajnos, nem tartanak 3 menetig a mérkőzések, és ezért nem is nagyon ragadnak meg bennem. Viszont nekem vannak nagyon kellemes élményeim is. Én a legnagyobb hamburger szakembernek tartalak, mert... De mondd ezt inkább el, ahol jártunk... Ja igen. Először ugye a Champs-Élysées-en ettünk együtt hamburgert egy Burger King nevű étteremben. Aztán hol ettünk még? Csebe is ettünk? Nem, Londonban. Londonban is ettünk, így ott is Burger King, ott a Piccadilly-n vittelek el Burger King. És azt hiszem, ha jól tudom, akkor te előtte nem ettél még hamburgert. Én életemben nem ettem. És én rögtön 2-szer is berágattalak egy ilyen hamburgerezőbe, hát ez akkor azért szerény személyemet dicsőíti. Hát nem is tudom már, hogy alakult ki ez az egész, de én borzasztóan szerettem gyerekkorom óta, amióta lehetett kapni Magyarországon ezeket a hamburgereket. És ez az élsportolói mi voltomat megkérdőjelezni, mert ugye egy élsportoló az a célszerűen étkezik, és
Hát én megmondom őszintén, nekem az étkezésemmel vannak a legnagyobb problémák. Én minden olyan kaját, minden olyan ételt megeszek, ami ízlik. Mindegy az, hogy most kalóriában gazdag, vagy esetleg túl zsíros. Tehát én a velős pacalnál jobb kaját elképzelni sem tudok, de ez nem egy élsportolóra van. De hát ezek szerint könnyen mennek le rólad a kilók. Relatív. Ahhoz képest, hogy 4-5 kilókat szoktam, vagy 4-4,5 kilót fogyasztok, ahhoz képest valóban könnyen megy le, de az utolsó kiló, hát te tudod, valahol versenyeztél, az utolsó kiló az már nagyon nehéz, az már kínszenvedés, és az nem is annyira én sínlem meg, hanem a körülöttem élők. Az idegrendszered miatt. Így van. Apropó, Pisti, az utóbbi időben, az utóbbi években nem igazán voltak sikeres. Tehát akadtak sikeres versenyek, mert végül minden tornát, ahol elindultál, tornát megnyertél, ami igazán fontos lett volna, ott az esetek többségében hát bírói segédlettel maradtál. Mi a véleményed a bírókról, így általában? Ezt így nehéz. De nyugodt, zárjuk ki a kettőn kapcsolatát. Ahhoz. Én nekem az a véleményem, hogy most már nem is tudom pontosan, mert az a legutolsó moszkvai versenyen nem is a bírók miatt kaptam, hanem a gép. Moszkva vagy Szentpétervár? Moszkvában volt legutoljára, egy jubileumi torna, 100 éves volt az Orosz Szövetség, és ott úgy kaptam ki, hogy te ismered a pontozógépnek a működését, hogy az 5 pontozó bíróból 4 engem látott jobbnak, ennek ellenére a gép a pontokat úgy adta össze, hogy 7-3-ra elveszettem a mérkőzést. Tehát most már azt kell mondjam, hogy most nem is annyira a bírókat hibáztatom emiatt, de valóban az igazság, hogy a sportdiplomácia a bírókon keresztül nagyon nagy hatalom, főleg az ökölben, de nem csak az ökölásban, minden egyes pontozás a sportágban. Tehát nálunk nem lehet lemérni azt, hogy ki mennyit tud futni, vagy ki hány kilót emel föl, és akkor az a legjobb. Itt mi abszolút a bírók kezében vagyunk, és ez sajnos nekem az elmúlt 3 évben nagyon sok rosszat és nagyon sok elvesztett versenyt jelentett. Annak ellenére, hogy tényleg a csatákat megnyertem, de a háborúkat valahogy mindig elvesztettem. Tehát az EB-n, VB-n, olimpián, még azt is beleveszem, hogy a világkupán nem sikerült nyernem, mindig csak 3. helyeket szereztem, ami Magyarországon, valljuk be, férfiasan az nem egy elfogadható eredmény. Már a közvélemény szemében, vagy a te szemedben? Az én szememben utólag, majd 45 évesen biztos, hogy borzasztó büszkén mutatom majd a fiamnak a sok-sok érem között, hogy nézd fiam, ez a világkupa bronzérmem, vagy ez a 93-as burzai Európa-bajnoki bronzérmem, de akkor, amikor ide hazaérkezel, és olyan elvárásokkal mentél ki, hogy te ezt a versenyt megnyered, te újra Európa-bajnok leszel, vagy megszerzed a világkupa aranyérmet, és hazaérkezel ezzel a bronzéremmel, akkor rögtön jönnek a cinikusok, és beteljesedni látják az ők előre elmondott igazukat, hogy ez a Kovács már nem az a Kovács, ez a Kovács már nem úgy készül, miért csak bronz, nem lehet, hogy rosszul készült, nem lehet, hogy ez már nem úszva, és ez borzasztóan vissza tud vetni téged. Arról nem beszélve, hogy az előzetes cinikus megjegyzések is ugye eleve úgy szólnak, hogy ez már nem úgy készül, és ha esetlegesen megnyered, akkor azt mondják, hogy mert én időbe figyelmeztettem, ha pedig nem nyered meg, akkor na ugye én megmondtam. És így elég nehéz sportolni, bár én nem ezeknek az embereknek akarom szállítani az érmeket, hanem a sportszerető közönségnek, magamnak, a családomnak, a boxvilágnak, de sajnos ez egy elég nagy negatív erő. Pisti, tulajdonképpen ez az év az olimpiai éve, mint említetted volt. Nem akartam a boxra kitérni, és látod, ugyanoda lyukadtunk ki. De hát nem lehet kikerülni a kérdést, hiszen március végén Európa-bajnokság van Veljében, és ez az egyetlen olimpiai kvalifikációs verseny, kiemelés nélkül. Ez egy érdekes, nagyon-nagyon nagy furcsa helyzet. Ez szerintem elképzelhetetlen lenne más sportágban. Szerintem a magyar, nem a magyar, az egész amatőr ökölvívó szövetség rendszer, meg az egész amatőr ökölvívásnak a felépítése rendszere egy borzasztó átgondolatlan, rossz tematikára épülő versenyeztetési folyamat. Nincsenek egyszerűen megszervezve a dolgok, és nincsenek átgondolva. Hogy a legegyszerűbben mondjam, itt semmi nem a boxolókért dolgozik, vagy senki nem a boxolókért dolgozik. Pontosan azért nem, mert egyetlen egy versenyen megszerezni a kvalifikációt, még ez is elképzelhető lenne, mert van ilyen más sportágokban is, de az, hogy nincs kiemelés, ezáltal előfordult egy olyan absztrakt helyzet, hogy akár a torna jelenleg leendő győztese, esetlegesen az Európa második legjobbjával összekerül még a selejtezők során, és nem csak, hogy az Európa-bajnokságon nem szerez az majd érmet, hanem még az olimpiára sem tud majd kijutni, úgyhogy borzasztó nagy furcsaságok és borzasztó nagy igazságtalanságok lesznek szerintem. Én egyben bízom, így zárszóként,
Én ahány versenyen, ahol te működtél, versenyeztél, boxoltál, és én ott, mint bíró részt vettem, ott mindig nyertél. Ezen az EB-n én képviselem hazánkat. Bízunk benne, hogy én egy nagyon jó omen vagyok a számodra. Na most, hogyha valóban bejön ez az omen, akkor én magammal cipellek Atlantába is, mert ha tényleg ilyen jó omen vagy, akkor szükségem lesz rád Atlantában is. Minden jót kívánok, Pisti. Nagyon-nagyon sok sikert így a beszélgetés végén. Köszönöm szépen. És remélem az EB után, illetve az olimpia után újra találkozunk. Köszönöm a beszélgetést. Én is sok sikert kívánok neked az EB-n. Köszönöm szépen. Én köszönöm.